Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök az Emplén Televízió Mecénás című kulturális magazinját látják. Számítok ma este is a figyelmükre. Háromdimenziós versképzés, verslehívó kopintás, gondolatfújás. A digitális technológia és az irodalom ötvöződésére kiváló példa Vörös Sándor születésének 100. évfordulójára létrehozott kiállítás. A megmozdult szótár címet viselő tárlatot a Petőfi Irodalmi Múzeum a Mohony Nagy Művészeti Egyetem hallgatóival közösen alkották meg. A modern multimédiás játékokban bővelkedő bemutató Pécs, Szeged és Debrecen után Sátoraljaújhelyen is látható. Bóbita Galagonya kutyatár, versek, ritmusok, amelyek megszólaltatása öröm a gyerekeknek, hiszen ezek a költemények játékok a szavakkal. Vörös Sándor költészetének játékosságát, színességét szerették volna érzékeltetni a PIM munkatársai 2013-ban, amikor születésének 100. évfordulójára megalkották a tárlatot. A sikeres multimédiás interaktív kiállítás létrehozását kicsit a kényszer is szülte, mivel a Petőfi Irodalmi Múzeumnak néhány vörös tábrázoló Illés Árpád festményen és a költő által készített grafikán kívül nem volt kezében más hagyaték. Vörös Sándor költészete az a kísérleti költészet, noha tökéletes a költészete és kiforrott, de a kísérletezéssel rengeteg időt töltött élete során, és úgy gondoltuk, hogy ha ő a kísérletezés nagymestere, akkor legyen egy kiállítás is a kísérletezésé, és próbáljuk meg úgy megoldani az ő életművének a feldolgozását, hogy a 21. század módszereivel a kicsiktől a felnőttekig mindenkit megszólítva interaktív játékokat hozzunk létre, nyelvi játékokat. Az, hogy a különböző kis gépekbe milyen játékok kerültek és milyen szövegek, az mennyire volt tudatos, vagy éppen a játékokhoz igazították a szövegeket? Az első ülésünkön megbeszéltük, amikor összeült a Kreatív Technológiai Labor fiatal gárdája, és én a Petőfi Irodalmi Múzeumban, akkor azt beszéltük első körben meg, hogy milyen nyelvi játékokat tudnak ők elképzelni. És akkor, amikor ezt így 16-ot felsoroltak, azt leírtuk, hogy ez hogy néz neki, és én 16-ból 10-et kiválasztottam, hogy szerintem ezeket tudnánk a leginkább megvalósítani. Versportozás, versrajz, gondolatfújás, a modern installációk megalkotói a Mohonyi Nagy Művészeti Egyetem modern technológiai tanszékének hallgatói voltak. Több mint másfél száz verset építettek be a játékokba. Az alapot azt mi biztosítottuk, méghozzá nagyon sokfajta találkozás alkalmával, tehát a iparművészetet tanuló hallgatóknak, illetve a műszaki hallgatóknak el kellett magyarázni, hogy milyen a költészet, mi a lényege, mi a ritmika, metrika egy-egy versben, milyen módon köthető össze, milyen logika van ebben a költészetben, illetve mi a játékosságnak a lényege, és ebből a nagyon sokfajta együttülésből, beszélgetésből egyszer csak valakinek eszébe jutott, hát akkor én ezt így oldanám meg. Tehát egyszerűen mi a szövegekkel inspiráltuk a hallgatókat, és ők maguk aztán kitaláltak nekünk egy-egy ilyen játékot, amit aztán tulajdonképpen a műszaki, a technológiai megoldás aztán másra is használható. Ezért is mondtam, hogy aztán ugyanazokat a játékokat más múzeumokban is megtaláltuk, csak másfajta tartalom volt hozzá társítva. Tehát a technológiai megoldás az egy alap, és ahhoz aztán lehet még másfajta tartalmat is hozzátársítani. Költészethez nagyon sokféleképpen lehet viszonyulni. Legelőször is nagyon jó lenne, ha megtanulnánk a verseket, és mondani tudnánk, mert ugye ez lenne a legfontosabb, ha olvasnánk a verseket. Most azt hallom, hogy újra vissza fog térni a versnek a reneszánsza, de aki mindezt nem feltétlen teszi,
adnak is ez a kiállítás nagyon sokat ad, mert be tudunk menni a versek belsejébe, a versek világába. Például vannak itt gyümölcsversek, tehát az alma, körte, szőlő versek, és akkor felemelünk egy ilyen gyümölcsöt, egy ilyen finom posztóból készült gyümölcsöt, és ezeket a verseket meghallgathatjuk. Nem tudom, a galagonyát sikerült-e kitenni, azon maga Vörös Sándor mondja a galagonya versét. Szó esett arról, hogy vannak olyan versei, ami előről, hátulra, föntről le ugyanolyan. Tehát ebből a versből készítették a Keresztöltés című játékot. Tehát mi magunk Vörös Sándor szavaiból újabb és újabb verseket alkothatunk. Hogyha másmód kötjük össze a szavakat, akkor megállapíthatjuk, hogy ez egy vers, vagy hogy ez egy szózuhatag, de hogy értelmes verse, vagy csak a szavaknak a játéka. Tehát Vörösnél ugye ez ugyanez felmerült mindenféle költészeti módon. Összesen 11 ilyen játék található a kiállításban, és az egyet kivéve mindenki által nagy élménynyújtó, könnyen elsajátítható applikációk ezek, úgyhogy verseket is olvashatunk, illetve valamit még játszhatunk. Az utolsó, ez a Galaxis, ez egy kicsit komplikáltabb, nagyon sokféle módon kérdez rá Vörös költészetére, és nagyon sokféle módon hozhatjuk létre azt az univerzumot, ami az ő igazi költészetét jelentette. Milyen Vörös Sándort ismerhetnek meg itt a látogatók? Azért szépen fel van építve a sok utazását is megismerhetjük, de azt is, hogy azok a bizonyos gyerekversek most gyerekversnek készültek-e vagy sem, a barátaival való kapcsolatot, tehát mi volt itt a cél? Arra gondoltam, hogy ez a kiállítás feltétlenül meg kell, hogy feleljen, mivel Vörös Sándor a 20. század egyik legnagyobb költője, mindenkinek, aki kíváncsi rá. És úgy gondoltam, hogy azért a mai világban még mindig vannak olyan emberek, akik idegenkednek attól, hogy most gépekkel foglalkozzanak és azt nyomogassák. És úgy gondoltam, hogy akkor kellenek azok a bizonyos tematikus táblák, ahol én be tudtam mutatni Vörös Sándornak azokat a Vörös Sándor személyiségének azokat a jellemzőit, amik hozzáadnak Vörös Sándor megismeréséhez. Itt most a szülőkhöz való viszonya is felvillan ugye az első táblán, aminél egyértelmű, hogy az édesanyjához való viszonya az egy teljesen kritika nélküli odaadó szeretet, oda-vissza, tehát mindkét fél részéről. Az édesapához való viszony viszont egy ambivalensebb, mert ugye édesapja egy nagyon talpra esett férfias gazdálkodó volt, aki nagyon örült volna, hogyha az ő fia is egy talpra esett gazdálkodó lesz. Ehelyett lett egy visszahúzódó kisfiú, aki érzékeny lélekkel már apró gyerekkorában szinte verseket költött. Úgyhogy ezt a viszonyt is próbáltam felvillantani, és így tovább a gyerekversekkel kapcsolatos vörös levélben megfogalmazott gondolatait, amik egyébként kifejezetten kész gondolatok. Szerettem volna, hogyha a látogatók olvashatják, hogy ő mit gondol a gyerekversekről, mert ezek a gyerekversek valóban azt a nagy Rongyszőnyeg című ciklusban jelentek meg az összegyűjtött műveknél, ahol ez van odaírva, hogy ritmikai stúdiumok, de azért alapvetően első körben még ő is a gyerekekre gondolt, amikor ezeket a verseket megírta. Vörös Sándor is azt hiszem, hogy az emberek képzetében nagyon közel álló író, hiszen 20. századi íróról beszélünk, akinek talán a versei jobban forognak közszájon, mint akár Babits, vagy Adi, vagy Jókai, vagy József Attila, hiszen bár itt sokszor elhangzott, hogy nem gyermekversek azok a bizonyos gyermekversek, de mégis többször halljuk őket megzenésítve, a ritmusa miatt nagyon szeretik az emberek, de hogyan építkezhet akár Vörös Sándor műveiből egy kortárs irodalmár? Azt gondolom, hogy Vörös Sándor költészete nagyon sajátos világ, aminek nem lehet azt mondani, hogy nincs előzménye, vagy ne lenne folytatása, de mégiscsak egy külön zárványként volt jelen, mert olyan ritmikusság, zeneiség jellemzőre, ami nagyon kevés költőnél figyelhető meg mondjuk mai költészetünket tekintve. Ugyanakkor szerintem pont ez az, ami miatt nagyon érdekes, hogy emellett, hogy van egy ilyen szintje, hogy a gyerekekhez nagyon közel tud kerülni, amiatt, hogy könnyen tanulható, izgalmas. Mégiscsak van mélysége ezeknek a szövegeknek, és van valami ilyen spirituális
dimenziója is számomra. Mondjuk Vörös Sándor költészete pont ezért nagyon izgalmas, mert fel lehet fedezni benne azt, hogy a különféle hitvilágoknak a nézetei, mítoszai hogyan szinkretizálhatók valami nagy egészé, amiben valamiképp felismerhetjük azt is, hogy mi nem csak individuumok vagyunk, hanem valami többel is, valami magasabbal is kapcsolatban állunk. És szerintem ez a fajta spirituális útkeresés, ha nem is ennyire kifejtett módon, mint ahogy mondjuk Vörös Sándornál, de valahogy mégis így erősen kapcsolódik a művészethez, az irodalomhoz. És valamiképp mindig azzal kísérletezik a költészet, hogy azt a fajta határt átlépje, amit a nyelv teremt nekünk. És ennek a nyelvnek a határait keressük, próbáljuk kitágítani valamiképp mindnyájan, akik valamilyen formában a költészettel foglalkozunk. A Petőfi Irodalmi Múzeum iskolát teremtett ezzel a kiállítással, bemutatták, hogyan lehet az irodalmat és a digitális technikát összekapcsolni. Azóta más tárlatokon is felbukkannak hasonló megoldásokkal. A bemutató Budapest, Szeged, Pécs és Debrecen után szeptemberig Sátoraljaújhelyen is látható. Az érdeklődők akár Vörös Sándor hangját is meghallgathatják, egy galagonyába rejtve. Hogyha a holdra fásla tereszt, lányjá válik, sírni kezd. Őszi éjjel izzik a galagonya ruhája. A Sárospataki Művelődés Háza színpadán egy olyan előadást láthatott a közönség, amelyben a néptánc, a népviselet kultúrája ötvöződött a mese erejével. A Szepsi-Szentgyörgyi Háromszék Táncegyüttes az Én Mesém címmel Furik Rita rendezésében állította színpadra a legújabb táncszínházi előadását, amelyben a főszerepet a szeretet játszotta. Hogy hogyan, rögtön kiderül. Bár elsősorban a gyermekeket várta a Sárospataki Művelődés Háza, az évad utolsó színháztermi előadására a felnőttek is beültek a széksorokba, hogy megtekintsék a Szepsi-Szentgyörgyi Háromszék Táncegyüttes táncprodukcióját. A népi hagyományok mentén felépített előadást, annak történetét nem nagyon kellett a diákoknak elmagyarázni. A mese alaptörténete az, hogy a szomorú királylány rátalál saját hangjára, önmaga boldogságára, mert saját hangunk megtalálása a mindenség megtalálása. Amikor megmerítkezünk hagyományaink kincseiben, akárcsak a szomorú királylány szívét, úgy hangoljuk át magunkat is a boldogságra, hogy helyreálljon bennünk a világ. Mert a mese régebbi minden tudománynál, benne a világrendjének ősi mintái és igaz képei őrződnek, tette hozzá a rendező Furik Rita. A mese nem gyerekeknek íródott legelőször, nem azért keletkezett, hanem a magyarság filozófiája van benne. Könnyebb történetekben, hogy ebből tanulhassunk. Tehát ez a lényege a minden mesének. Tehát ez nem gyerekműfaj. Ezekre az előadásokra ezért felnőttek is járnak. A tegnapi előadás Királyhelmeten, vagy azelőtt a Kassain is felnőttek is voltak. A rendező elképzeléseinek megvalósításában gyermekpedagógus is segített. A történet kialakítása, elmondása közben a lírai tartalmak megragadására törekedtek az alkotók. A táncnyelv sajátos eszköztára, a tánc, a mozdulat, a gesztus teremtő erejének egysége mellett fontossá lett a közös figura és szerepformálás. Az Én mesémben a rendező a természetesének egyszerű színpadi jelenlétére is épített. A tánc egy kommunikáció. Én bár koreográfus vagyok, de a táncot önmagában nem arra használom, amire eredetileg az egy nonverbális kommunikációnak született. És más a dolga. Tehát állandóan beszélünk vele. Mi magyarok így beszélünk. Azt szerettem volna ebbe az Én mesémbe beletenni. Ez az Én mesém tényleg valóságban az Én mesém. Amikor észrevettem magamon, hogy ilyen szomorú vagyok, hogy az emberiség ilyen állapotban van, ahogy most van, hogy nem szeretjük egymást az emberek kellő tisztességes alázattal, ezért gondoltam, hogy ami bennem lévő, ugye üzenet, akkor biztosan mi az alkotó emberek egyfajta hordozói vagyunk ennek, vagy üzenetet vívői vagyunk. És úgy éreztem, hogy ezt megformálom valamilyen úton, módon. A Háromszék Táncegyüttessel, mivel hogy 8 éve együttműködünk, ezért ők kérték meg, hogy alkossak valamit, ami megint csak rólam szól, mert ugye már több darabban együttműködtünk. Ez igen, tényleg az Én mesém, minden szomorú királylányt
lány szeretnék, hogy boldoggá váljon. És ugye ennek meg a mesének vannak nagyon erőteljes tartozékai. Ez egy filozófia, ez egy életszemlélet, ez egy lét, ami itt ugye felrajzolódik. Mert minden, ami a mesében van, a saját magunk belső léptéken, morális dolgaink. Az, ugye azért használjuk a mesét, hogy az gyógyítson, az tegyen helyre minket abban a válságban, amiben valójában létezünk. A gyerekeknek azért jó ez. Most nem az amerikai mesékről beszélek, hanem magyar és az egyéb népmesékről. Mert annak van ilyen erős identitástudatra utaló gyökere. Ahogy Hamvas Béla mondja, nagyszerű ez, hogy mindig elmondhatom. Nekünk táncosoknak nagyon-nagyon-nagyon, ránk nagyon-nagyon érvényes. Mert azt írja, persze nem pontosan idézem, azt írja, hogy a művészetek, a filozófia, a tudományok arra születtek, és a színház is, hogy az ember életét ugye segítse, hogy jobban, szebben tudjon élni benne. De a hagyomány, ugye, aminek itt hihetetlen gyökerei vannak, ugye a szakemberek, akik ezt szakmai szemben is nézik, látják, hogy mi micsoda, hogy a kapuk, a hidak, a mindenféle motivumok, vagy mindenféle helyzetek, amik benne vannak, labirintus játék, kapuzás. Tehát a hagyomány, az viszont visszavezet önmagunkhoz. Tehát a lelket találod meg benne. A szeretet a lényeg, ugye az üzenet, a főszereplő a szeretet, mert ugye ez a... Azt hiszik, hogy ez csak egy érzés, és egy érzem, hát nem az. Ez egy óriási nagy tudás, amiről nekünk most már másképp kellene vélekednünk, mert a mi hagyományunkban, a mi kultúránkban a legerőteljesebb itt ezen a vidéken. Mi nagyszerűen akadémikus és szemszögből is nagyon-nagyon mély fúrásokat végeztünk ebben a hagyományban. Most már csak a lélek és a szellem tudomány részét kellene, hogy hozzárakjuk. Ez vár a gyerekekre. Beszélgetve Kassát, például Kassán beszélgettünk a gyerekekkel, mindent értenek belőle. Csak nem értik azt, hogy a világ miért nem olyan mégsem. Úgyhogy hogy legalább ezt így egy kicsit tisztázzuk, hogy nem a világot kell megváltoztatni, hanem magadat. Indulj el a magad útján, és akkor meg fog változni a világot. Az előadás táncos anyaga Erdély, Kalotaszeg, Mezőség, Háromszék és Felvidék, Gömör, Nyitra vidék értékeiből állt össze. Évek óta ugye ebben élek. Ezek mégiscsak stilizált dolgok. Olyan dolgok, amiket megtarthattunk a folklórból, az beemeltem. Mert ugyanis a folklór és a folklórban meglévő világ, mert ott erőteljes szimbólumokat használunk. Ott olyan dolgok léteznek, amelyeket egyébként most csak látvány szempontjából szoktuk használni. Itt minden művész embernek az a belsőt kifelé vetítse. Két egyforma ember nem létezik, tehát két egyforma nő nem létezik. Azoknak a variációit vagyunk kénytelenek, illetve megmutatni, hogy nem uniformis, nem mindenki egyformán zöld, nem mindenki egyformán kék, hanem minden egyes lélek, minden egyes ember más. Nincsen két egyforma pillanat. És akkor, hát ez ugye egyfajta a kalotaszegin, de egyébként a leperszoknya kultuszunknak ez a nemesi és a paraszti világban megmaradt hát az elemei, inkább ezt tudnám mondani. Ez az egyik legnagyobb élmény nekem, hogy ezt is megtehetem hozzá, mert ugye a színek is meghatározóak. A hangulatom szerint ugye építkezem a gyermekeknek a látásmódja, hogy nem mindenki feketes-fehérben lássuk, vagy nem az elegáns nem mindig a szürke, vagy a fekete. Az is minden szín csodálatos, arra van, hogy minket építsen. De hogy nézzük meg, hogy mik azok a vidám színek, mik azok, amik elementárisan a lelkünketnek a tükrözői. Ennek persze vannak olyan irányai, amit most nem fogok elmondani, mert elég hosszú lenne, de nagyon egyszerűen látható színek, csakrák színei. Minden az, ami minket alkot. A történetbe természetesen a gyerekek is szívesen bekapcsolódtak.
A korábbiakban már beszámoltunk önöknek arról, hogy a Borsoda-Bolyai-Zemplén megyei népművelők egyesülete közgyűlésének Sárospatak adott otthont. A szakmai program kapcsán számos kulturális intézmény vezetője látogatott a zempléni településre. Az egésznapos eseménynek fontos momentuma volt az a kiállítás is, amelyet Kerekes László grafikus művész emlékére szerveztek, aki egyben az egyesület örökös tagja is volt, és komoly szerepet játszott abban, hogy a közművelődésben dolgozók még inkább értékteremtő munkát tudjanak végezni. Borsoda-Bolyai-Zemplén megyei népművelők egyesületek közgyűlésének egyik fontos programja volt annak a kiállításnak a megnyitója, amely a Sárospataki Művelődésháza galériájában kapott helyet. Kerekes László grafikus művész a Pest megyei népművelők egyesületének örökös tagja volt, aki, mint a megnyitón elhangzott, végigjárta azt az utat, amelynek köszönhetően a gyakorló népművelőből, művészből a szakma elvárásait szem előtt tartó törvényalkotó lett. 2013-ban, 74 éves korában hunyt el a grafikus művész. A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel kitüntetett, Besenyei György díjas népművelő, a Galéria Alapítvány kuratóriumának elnöke, valamint a Pest megyei Népművelők Egyesületének örökös tagja volt. Hiteles tudott maradni. Tehát a képzőművészeti munkájában igényes, nagyon precíz, nagyon pontos, nagyon szigorú, szabályokat betartó, nagyon jó grafikus művész volt. A szakmában pedig az a fajta hitelesség, amit itt a kollégák is megfogalmaztak, hogy Laci dolgozott a gyakorlatban. Tehát ő úgy került a minisztériumba, hogy vezetett intézmény, dolgozott népművelőként, dolgozott pedagógiai tanácsadóba. Tehát végigjárt egy csomó olyan utat, ami fontos volt ahhoz, hogy ő törvényt tudjon írni. Egyébként nagyon tudott fogalmazni, de én nagyon emlékszem azokra az időszakokra, amikor a törvény született, hogy ugye én gyakorló népművelő maradtam, és én Dabason ma is azt csinálom, és nagyon sokszor volt, úgyhogy egy-egy mondat megfogalmazásakor csörgött a telefon, és azt mondta, hogy na akkor most mondd el, hogy ezt, ha te most megvalósítod, hogy csinálod meg, és azt gondolom, hogy erről ő is nagyon sokat beszélt, hogy attól tud az ember hiteles maradni, hogy ismeri a gyakorlatot. Nem úgy ülött a minisztériumban, hogy csak elméleteket fogalmaz meg, hanem pontosan tudja, hogy ez a gyakorlatban hogy valósul meg, és ettől válik hiteles, és ettől lesz egyébként az az embersége, amit szintén megfogalmaztak itt a kollégák, ez a másik legfontosabb dolog, hogy meg tudta őrizni egyrészt a szuverenitását, ami számára nagyon fontos volt, ugyanakkor nem szállt el vele a ló, ahogy mondani szokták, hogy durván fogalmazzak, tehát megmaradt annak az őszinte, tiszta és nagyon, nagyon egyenes gondolkodású embernek. Mondjuk azt, hogy ma nagyjából természetesnek veszük, hogy van kultúra, van közművelődés, ennek vannak szabályai, keretei, de akkoriban ennek a leszabályozása, egyáltalán egy keretbe foglalása milyen jelentősége bírt? Ma ezt mai ember már nem is tudja igazából elképzelni, hát teljesen egyértelműnek veszük. Hát igen, most már annak, de ugye hát gyakorlatilag azért ez 97 volt, akárhogy számolunk, az nem most volt, és igazán a közművelődés szakmai gyakorlatának semmilyen törvényi szabályozása nem volt. Tehát ez számunkra azért volt átütő erejű, mert nem kis harcárán sikerült elfogadtatni. Ugye a KKD szerint emlegettem Vadász János, tehát a KKD ezt akkor Vadász János vezetésnek is nagyon nagy szerepe volt ebbe. A másik pedig az, hogy itt emlegettünk fortélyokat, meg mindenféle titkos praktikákat, de gyakorlatilag tényleg úgy nézett ki a dolog, hogy a kulturális törvény bizottsági vitájánál egy cédulával odadugva az egyik képviselő orra elé sikerült betenni a közművelődési szakfelügyeletet. Tehát ez tényleg egy fortélyos játék volt, ezt a két fiú tudja, igazán nem is árulok el hadititkokat, de ebből a cédulából és ebből a mégis bekerült a szakfelügyelet mondatból gyakorlatilag egy olyan szakmai folyamat indult el 2000-be, amit 5 évig ugye a Laci hozott létre, alapított meg és fejlesztett ki, és igazán azt gondolom, hogy a
az ország összes önkormányzatának nagyon-nagyon sok szakfelügyeleti vizsgálat folyt, olyan segítséget tudott adni, amit én mindig úgy emlegettem, én annak idején közművelődési, járási hivatal közművelődési felügyelőjeként, én voltam az utolsó még, amikor még járási hivatalok léteztek, az újban meg most a közművelődés nem kap akkora szerepet, de igazán mi azt tartottuk jónak, ha módszertan csinálunk. Tehát, hogyha segítünk, nem azért megyünk oda, hogy most megnézzük, hogy ennyi mit nem csinált meg az önkormányzat, és egyáltalán mi az, amit pótolni kell, meg irgumburgum, hanem pont azzal megyünk, amit a Kati is mondott, hogy segítsünk, hogy ötleteket adjunk, hogy jó szándékkal úgy álljunk hozzá a dologhoz, hogy abból ő profitálni tudjon. És én azt gondolom, hogy ezt a Laci nagyon megtanította nekünk, és ez egy akkora hozadéka ennek a törvénynek, ami gyakorlatilag 10 éven keresztül egy olyan szakmai hátteret meg bázist jelentett, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos volt a szakmának. Az a fajta oldala Nestónak, amit mondjuk Kati is említett, hogy te meg miért nem tanulsz egész egyszerűen, ez a fajta utánpótlásnak a indukál generálása, hogy akkor mégis működjenek, figyeljenek oda, csinálják, azért számtalan embert elindított. Ez vajon miért volt neki ennyire fontos? Tehát látszik, itt is látszik, hogy nem engedte el a kezét senkinek. Ilyen volt. Tehát ő mindig mindenkinek segíteni akart. Mindig az volt a kedvenc mondata, hogy egyre vagyok büszke, hogy soha senkinek nem ártottam. Tehát egy olyan fajta segítő szándék, ezt sokféleképpen értelmezhetjük. Lehet egy kicsit önző is, ha úgy nézzük, mert azért segítek, hogy szeressenek. Ez is benne volt a dologban, tehát azért a Kerekes Laci egy elég magabiztos egyéniség volt, ugyanakkor tényleg tele volt jó szándékkal és jó akarattal, és azt gondolom, hogy ez ugye a szakma felé borzasztóan fontos szerep volt, hiszen nem voltak segítőink. Tehát a minisztérium abban az időben azért, főleg a 90-es években azért egy irányító szerv volt. És a Laci soha nem ezt a szerepet gyakorolta, hanem azt gyakorolta, amivel segíteni tudok. Emlékszem az első balatonszemesi szakmai továbbképzés, amit a közművelődési szakértőknek, pontosabban szakfelügyelőknek tartott, akik ugye ebbe a közművelődési szakfelügyeletbe részt vettek, és együtt találtok ki Balatonszemes, nekünk ez egyébként egy törzshelyünk volt már a Pest megyei népművelőkkel, és úgy csináltok meg a konferenciát, hogy péntek déltől szombat délig tartott. Nem hagyott lélegzetvételnyi időt se, tehát abszolút úgy kitöltötte, hogy amikor szombat délbe fölálltunk, akkor azt mondta a Perési Barna nevezető Pest megyei kollégánk, hogy ilyen konferencián körülbelül 20 éve nem voltam, mert azért népművelők szeretik elengedni magukat, kicsit jól érezni, picit lazábbak lenni, hiszen az egész életünk egy másfajta világba forog, nem egy annyira szabályozottba, mi nem reggel 7-kor jövünk be, de este 9-kor még bent vagyunk, tehát az egész életünk egy másfajta dolog. És akkor a Barna azt mondta, hogy ilyenem még nem voltam. Nem kaptam levegőt, és mégis úgy érzem, amikor felálltam, mintha 1000 információval és 1000 dologgal lennék gazdagabb, és azt gondolom, hogy ezek voltak a nagyon fontos dolgok. Ön szerint ma, ha valaki jó közművelődési szakember akar lenni, akkor az út az alap ki van neki már taposva, de mi az a fő jellemző, ami akár László örökségeként is felfogható, hogy már pedig ez csak így érdemes folytatni ezt a munkát? Hát elsősorban az érték. Tehát az, amit közvetítünk, az érték legyen. Tehát úgy legyen érték, hogy lehet ez szórakoztató dolog, de akkor is értékes, színvonalas, hasznos legyen. Másrészt pedig az a pontosság és odafigyelés a többiekre. Tehát az én látogatóimra, az engem szeretőkre, az én kiállításomat megnézőkre, a művészek iránt, a kiállítás látogatók iránt egyaránt, illetve mindazok iránt, akik bejönnek a házba. Tehát nekem, aki ezzel foglalkozom, nekem szeretnem kell az embereket, mert ha nem szeretem őket, akkor nem tudok nekik olyat adni, ami jó, vagy nem úgy tudom adni, és ha nem úgy adom, még ha jót is adok, de azt nem úgy adom, hogy ebből azt érzik, hogy én ezt szeretettel adom, akkor nyilván nem is veszik úgy a dolgot, tehát azt gondolom, hogy az ember szeretet, a másnak való adni akarás, ez nagyon fontos a dologban. Kerekes László munkássága során mindezek mellett megmaradt a tiszta művészeti alkotás szépsége mellett.
Műsorunk végén pedig egy kis programajánló. Május 14-én gazdag programkínálat várja az érdeklődőket Sárospatakon. A hagyományos pünkösdi Szent Erzsébek napok kulturális és hagyományőrző eseményei mellett a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma május 14-én szombaton 10 órától Történelmi Emlékhelyek napja rendezvénysorozatra várja az érdeklődőket. Ezt követően pedig a 11:30-kor kezdődő kamara kiállításra is várják a Sárospatakon pihenőket. A Sátoraljaújhelyi Diákok Baráti Köre meghívására május 14-én 17 órakor a Zemplén Európa Házban dr. Szatmári Zsolt klarinét művész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense lesz a vendég egy zenés beszélgetésre, melyre sok szeretettel várnak minden érdeklődőt. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, mára ennyi volt a Mecénás című kulturális magazinunk. Találkozunk egy hét múlva, számítok akkor is a figyelmükre, viszontlátásra!